vajon Perez lesz olyan rendes, hogy harmadik helynél hátré végez és ajándékoz még egy WB címet Verstappennek? Ajándékoz. Patex. Azt akarod, hogy valaki neked ugorjon? Ajándékoz. Persze, mindegy, értem, hogy hogy érted. Közben át kell írni a kategóriát. Uú, mielőtt itt tragédia lenne. Így. Jó, Alonso hajrá. Hát, de honnan? Itt a sprint futamon? Nem lesz itt semmi. Itt max. a gumik tudják megkavarni egy kicsit az állóvizet. És meg a rajt. Ennyi. Ez itt a lényeg. Ez egy ilyen kis tracspartizós futam lesz. Nem lehet itt versenyezni ezekkel az autókkal. Ez a pályagatja annyit ér, mint a biped. <laughs> Így van. Pontosan, annyit. A közben itt elindultak a fiúk. Egy kis kakaót is adunk. És akkor most aztán jöhet minden. Esőre az esély, nem fogjátok elhinni. 0 százalék. 0. Van aki rajtól. C1-es, 2-es, 3-as keverékű abroncsok vannak. A lehető legkeményebb. Piastri és Norris kopott közepes gumikon fog rajtolni. Felszlapen teljesen friss gumikon. Hát Piastri kettő körös, Norris három körös közepes gumikon. Hamilton 7 körös közepes gumikon, Bottas 5, Lawson 6, Joe 5, Stroll friss gumi, Albon kopott Közepes, 6 körös, 6, Magnussen, 5. Polpozíciós köridő, mennyi volt? 23-7, ugye? Ja, 23-7. még itt a rajt előtt belefér egy kis iszogatás. Meghozta a pincér az italomat. Uha, Christian Horner nem boldog, pedig hamarosan Verstappen harmadik világbajnoki címét fogják ünnepelni. Szia, Kosi! Na. Nézzük, hát remélem Piászri jól el rajtod, és szurkolok neki. A rajta lényeg, többi nem számít. Mi más cooler, nem viccelj. Nagyon remélem, hogy jól kapja el a rajtot. Gyerünk. Gyerünk. De milyen, milyen jó volt most így eszembe őt, milyen sokan örültetek annak, hogy Oszi volt a Oszi rajtóhat rajtó, az éről. Most pörgetem vissza az eseményeket. Na gyerünk! Egy piros, kettő, három, négy, öt. És a rajt? Gyönyörűen kapja a rajtot, Piászi. Ez az! Nagyszerű rajt! Nagyszerű rajt! Norris ragad be nagyon! Vagy a többiek rajtoltak hiperdurvát! Máma mi, mit ajtótak a többiek. Norris, gatya, röpül kifele. Jó van, Russell második, Sainz harmadik, löker, negyedik közben az egyik Alfa Tauri Lawson kiforog. A bukó térves sóderágyba gondolom hamarosan VSC lesz, mert lássa magát. A fickó meg sem mozdul az autója, úgyhogy valamilyen VSC biztosan lesz. Valamilyen formában safety be kell jönni, az biztos a közben az egyik Red Bull a szembe. Perez nézelődött. Verstappen bukott még kettő pozíciót. Micsoda rajt sainz anyám. Meg Russell-től és Meg Norris-tól. Safety card beküldték. Én nem piros zászlót. De most ide miért kellett a biztonsági autó? Miért nem a virtuális? Hát nem ezért van. Ezért üzemanyagot égetni? Hihetetlen. Mi a pazarlás? Na mit szóltok? Ez ennyi. Piászirnak ez meg is van. Ez győzelem. Sima. Kitaliskázzák onnan. Ó, jó, van, simán kidarúzzák, pikpak, két-három kör alatt. Nagyon nyitott ez a pálya, hát ez, ezt, ezt pikpak meg lehet itt oldani. Felsztappen, mi volt ez a megingás? Nézzük csak. Ja, Russell Science volt az, aki durvát rajtolt nagyon. Felsztappen itt el kellett. Ja, megcsúszott. Elég rossz helyre került. Aztán nem akarta, hogy lesérül, megsérülne az első szárnya Norris miatt. Defektet sem akartok hozni, gondolom, meg de leginkább a saját szá... Ú, ez <laughs> hát elég a hiba volt. El, el, elúszott. Nem volt semmi tapadás. Ja, ki, és akkor kihúzza itt majd Fairstappen. Baszki, a kurva élet. Miért legyezett itt Norris? Betámad, betámadja Norris ő is. Úha, azt a rohadt megelőzte. Az komoly, ez szép volt. Kilökték, nem ő rontott? Tényleg? Na, kilökte ki. Lószont? tudom ki a lökhette ki. Az égvilágon senki nem lökte meg. Honnan vettétek, hogy meglökték? Már nem látom tisztán. Hát, egyértelműen hallatszódik, hogy meg se lök, nem lökik meg. Hallatszódik is, meg félig meddig látszódott is a külső kamerából. Hogy a picsába össze meg Russell Street? Mi a gyász? Ilyen gyorsan elindították a mezőnyt? A kurva életbe bele, senki nem szól. Ismételték már? Aha, ismétlik. Baz meg, Oszi. Szép tikár. Bence, nagyon szépen köszi neked a Mester hármast. Hálás, hálásan köszönöm. Köszi szépen. Sergeant. Édes Istenem. elúszott a hátul ennyi. Ugyanaz, mint lószonnál. Pancserek. Tehát Lawsonnál ez teljesen érthető, meg elfogadható. Hát egy Sargentnál Ennyi tapasztalattal Hihetetlen Danny, köszönöm szépen neked A 13. hónapot szerbusz. Köszönöm szépen Szia, Szar Gent Igen Hát, hogy a csodába Tudta így megelőzni öregem Russell? Hát itt Piásztil olyan szinten meg lehet hűítve, mint az állat Úristen Hááá. Egyszerűen annyit csinált rászer, hogy rajta maradt Piásterin, és féktávol meg beszúrt. De hát az egész a kiterelésről szól lényegében. Megint csak. Az meg ide de béna voltál. Ez gyenge volt. Hát egy piás stéri, hát hogy lehet ilyen hülye? Ez béna. Rászer nagyon szépen csináltam úgy meg. Most azt nézem vissza közben gyors. Szépen túlerőltette a francba az egészet, nem érdekelte, hogy mi lesz a gumival. Gyönyörű, gyönyörű. Hát ez az egy előzési pont van itt a pályán középső részén. Ennyi. Várjál itt ugye a legelején, de hát innentől kezdve ennyi volt. Hát ez... Ezt nem lereagálni, ezt nem tudni basszus piászitól, Ó Hát kár érte. Abban lehet bizony, hogy el fog a lágy. Rászel alatt. Nyomás, nyomás, alatt kell tartani rászelt. Safety kibeszélő van. <laughs> igen. Igen, igen. Miért nem piros zászló amúgy? Á, csalódás. Alun szóval mi történt? Miért? ...vagytok szomorúak, boti. Mi volt? Give me the position, miről beszél? Mit rinnyálsz? Mire, miért, miért, miért kéne odaadni neki bármit is? ja. próbálják jól menedzselni a gumikat most piászival, és akkor később majd ez jól fog nekik jönni. Ennyi, ennyi, egy, ez az egy lehetőségük van, esélyük van. Tehát ezek a safety károk -ok, a lehető legrosszabbul jöttek ki. Na nézzük Strollt, úristen, mi lesz itt? Ja, innen látszodik, hogy... Ennyi, elment a hátulja, aki rossz Hát <laughs> Kis tapasztalatlanka. De az, ami Sargent csinált, hát az... Mindegy is. Mindegy is. fájdalmas, fájdalmas az ürge. Atya Isten. Nem maradtál le semmiről, Xperiel. <laughs> úristen, nem, nem lehet ilyet mondani. Hát az Alonzo-nak is rossz lenne, mert pénzt veszel a csapattól, ez a barom. Ez a fékegyelmi marha. Nem szabad, hogy törjön sztorol. Az a lényeg, hogy csak nem hát, Olyat, ami nem lehet csinálni, hogy egy autóval indul jövőre az Aston Martin. És akkor fullalozó fókusz. Én megcsinálnám. Hát költséghatékony, nem? Hát egy stroll az így nem viszi a pénzt legalább. Fú, de borzasztó rajt volt ez Don no Azt a mindenit. Ámma mia. Vagy, vagy, ne, vagy csak szimplán rászer rajtot ennyire jót. Utána meg az egyesbe hát kuka volt az a közepes. A lágygomisok azok. Hu -hu -hu. Malacai, igen, úgy szenvedett itt. Én se szeretném a pályán látni Strollt. Hát ki az az épelméjű, aki ott akarja látni ennyi balfácároskodás után? Hát az nagyon-nagyon el van tévedve, aki aki még kiáll mellette. Még. már, így is, már mióta már régeségként kéne lennie, Forma 1-en kívül kéne lennie. És akkor persze igen, ilyenkor az szokott hogy de hát ő amúgy jó pilóta. Hát volt a sérülései. Jó, jó pilóta. Forma 1-en kívül jó, jó latifinén latifi is ezt hallottuk egyszer. Ő, hát azért Latifi nem olyan rossz pilótám. A üzébe, az f 2 be mit ment? Meg amit tudom én hol? Tényleg az meg. És mégis mi a frászkarikát nézzünk? Forma 1 Hát akkor hadd beszéljünk már Forma 1-es nyelven. Hú, piást, tiri, már megint mit csinál ez a gyerek, te? Megelőzi őt, Sainz. Atya, gyerünk, védekez, ki ki a francba, de ú, de vigyázz velem, ez egy barom állat. Gyerünk, sainz amúgy is be kell Bepofázott neked múltkor Belgium után. Hülye bunkó, hülye bunkó, aljadék. Sutyó. Gyerünk, Oszi! Szépen megvolt. Lepofozta Sainzot. Gyönyörű. Andi közben egyet előzött? Előzött egyet. Jó van, hát ez a minimum. Rászel közben dobálja a lila szektorokat. Az öreg nagyon résen volt, hogy kihasználta. Hát erre készültek ők. Rámentek az egyenesekre nagyon lándéknál. Látható volt az időmérőkön is, hogy messze felülmúlt az ellenfeleit az egyenesben. És hát tessék, működik. <tosz> ez a szaros vélmarha! Ez a beszéd. Ez kemény volt nagyon. Hogy megelősz? Micsoda forradt, baszd meg! Hogy néz ez ki? Anyám... Ja mikor fogynak el a lágyak? Hát ez úgy van kitalálva, hogy ne fogjon el. Ha meg elfogy, akkor meg szerencse van. Akkor Fersztape jelen állás szerint világbajnok, ugye? Igen. Na hát ennyi értelme van mondjuk ennek. És akkor legalább nem holnap lesz itt a felhajt. Hát mondjuk holnap, ja. Hónapi verseny megnyeri. És akkor úgy mehet az ünneplés. Gyanítom, hogy ma nem igen fognak kocintani. Max gyerekpesgővel. Mondjuk Rijkeren. Ő <laughs> lehet, hogy... Lehet, hogy... Felönteni egy kicsikét a karatra. <laughs> Hú, azt a mindenségét. Az, az nagyon komoly baszki, felsztappen előz. Ez tényleg komoly. Ez barom ilyen nehéz ezen a pályán. Hát mi a fene? Ott azért van tempó rendesen. Lehet, hogy elkezdtek fogyni a lágyak. Jövőre még elautókázik a papa kicsi fia, is utána jön a váltás. Aha. Hát nem rossz, amit mondtál, Cooler, de... Minden áron beerőltetni oda egy japán pilótát, ez... Egy normális épkézláb japán pilóta nincsen sajnos. Soha nem is volt. Max Kobayashi talán. 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 Ezt a lehet megnyeri ezt a versenyt, baszki. Satoru Nakajima? <laughs> igen. Igen, igen. Lehet. Meg Takuma Sato. Meg uh, Yuji ide. <laughs> Na főleg ő. Azaz. Jézusom! Már megelőzte a másik ferrari is? Uha! Uh, ho, ho, ho. Ferrari azok azért durván kinyírták a gumikat. Az nagyon komoly. Nagyon komoly. Ennyi volt Ferrari rip. Pedig milyen nagy mellényel mentek ott az elején, mi? Talán meg vele mentek, fal, falba ütköztek, kész. Előzés tesz, oszitól? Lehetetlen. Mennie kell, muszáj mennie. De milyen jól satszolták öregem, hogy elfogynak a lágyak. Jól satszolták, jól gondolták. Bíztak benne nagyon. Piastrinál. Tehát sima, elő sima előzés. Sima. Sima. Sima első hely. Másik McLaren is megy? Igen. Atya úristen. Mi az Isten van itt? Perez van megint hempereg. Mit csinál? Perez! <laughs> Pérez! Perez! Ő 100%-os formában van, jövőre ismét harcolhat a világbajnoki címért. Ennyi. <coughs> Jaj, meg akkor is ott van. Az okos tojáskák ott vannak, nézed. És akkor, <coughs> ami történt. <coughs> Lehetem ő voltam, hogy a hibás, csak Nyilvánatos. Pérez ez akkor van benne egy ilyen... Mindjárt föl is az autó, azt figyeld. Két kedvenc pilótám, Seggarc és Patkányka. Igen. Melyik, melyik vajon? Melyik, melyik? Na így viszont piastri, piastri a győzelme bajban van. Verstappen nagyon jön. Hát itt egy darabig safety lesz még szerintem. Hány traktoruk van? Attól függ ezt egy két-három kör alatt el kell innen tüntetni. Mit műveltek ezek a balfácánok vajon? Na, erre nagyon kíváncsi eszek. Na. Norris. Ferrari DRS-e védekezhetett. Legalábbis úgy csinál. Megpróbálta. Ja, Istenem. Ó, Ó, oh. <laughs> ez az. mi volt itt? Lassítsuk. Hát ráhúzta okorni igazából a házra, baker. Hát hogy lehet így versenyezni? Ez normális. Persze ez teljesen vétlen volt. Hát ez vak. Ennek mi baja van te? Hát hogy lehet ekkora marha valaki? Okon. Hát mi ez? Jó van. Nem is kell ezt visszajátszani. Atya isten! Úrég. Úrég. Atya isten. Hát lebontották az autómat, Pérez, megint. Lebont. pedig én 100%-os vagyok. Szegények. Hú, nagyon mondja magáét, oly-oly. Azt mondta, gumiknak rip. Mi a szarnak rakták föl ezeket a lágyakat? Ezt nem tudták így előre, vagy mi? Hát de nem hiszem el, hogy ezeket vazmeg nem lehet előre besaccolni. Mit hittek? Jaj... Hát ez, ez, ez hatalmas nagy mellényúlás ez a lágy. És gondoltok bele, hogy meg kétszer volt szépcikár. Ez a harmadik safety kár, ugye? Ja. Hát mi a fene? Jól mondom? Jól. Pff. Hát itt a light ugye úgy elfogytak volna, mint a húzat. Tata is bazmeg. meg. Jó, mondjuk lehet, hogy bírja. Ki tudja. És a legkeményebb keverékű gumikat hozták el erre a hétvégére. A legkeményebb keverékű gumikat. ez a durva apukány. Hogyan kell csinálni a balhét? Így. Hogyan legyen egy, egy pikás katari nagydi? Ők, ők a biztonságra törekednek. Nyolc kört bír 8 Nyolc kört körülbelül. Nyolc kört full tempo. Ez kemény. Mint a smirgidi, olyan az aszfalt itt? Aha. Hát erősebb gumikat kell gyártani. Hát gumi, gumi, gumi balhé. Gumi balhé lesz meg. És pórolási verseny. Hát persze, gumi management. Igen. Ki tud jobban spórolni. Hülkenberg azt mondta, hogy shit. Láttátok? Én leolvastam a szájáról. Jó volt. Hát mert ez itt aztán tényleg vétlen volt. Ja, de mondjuk minek volt ott? a <laughs> hát, meg páholyból nézhette, hogy az a három őrült kilöki egymást azt a téletbe életbe. Ja, itt van Hamilton szemszögéből. Ez gyönyörű Hát ez pázeg, ez beszarás. És ennyi, megy tovább, ennyi volt, kész. <laughs> hát ez hatalmas. <laughs> Ez nagyon jó. Nagyon jó. Ez jó. <laughs> Safety car bejön. Hat kör van vissza. Hát. Ja. Nem hiszem, hogy nevetett. Ah, Okorna kéne egy meg, ja? Kéne. Igen. Bár egyáltalán nem vagyok meglepve igazából, hogy ezek meg történnek, mikor nagy ritkán van verseny. Hát nem tudom, évente nem tudom hányszor kerülnek ilyen helyzetbe. Egyszer, kétszer. Hát mikor gyakorolják ezeket? Ezeket a helyzeteket. Nem csoda, hogy olykor olyan idiótaságokat láthatunk, hogy ff, fogjuk a fejünket, hogy ezek, ez, ez ford be egybe, hogyan? Hát úgy, hogy nem, nem, nem szokás előzni a Forma 1 -be. Tehát nincs, ez a kerék a kerék elleni küzdelem. Ilyen nincs. És amikor meg nagy ritkán van, akkor vagy összeérnek, vagy valami baleset mindig van. Mindig van valami sérülés. <laughs> Belekedjetek egyet, Odi. <gül> Nyomjátok. <gül> Az biztos volt. Azt tuti. Az biztos. Így van. van. Kosszi, mit csinál, bazd meg? Hagyja magát, hogy támadják. Vagy mit zöldfülőzöd? Levente, -e? ne riogassá már itt bennünket, nézd oda. Milyen, milyen zöldfülű, most mi van? Megkeltsed itt a feszültséget. Nézd oda. Nem igaz? Csinálja itt a balhét. Alonsoza leszek kíváncsi, hogy hogyan spórolja a gumikat, mert ez a holnapi főfutamra is egy ilyen, egy ilyen előjáték lényegé. A ferrari azok katasztrófa. Multikatasztrófa. Mercedes kérdőjel. Úgyhogy Hát, ja, igen, igen. Talán Alonzónak visszatért ez a jó gumikezelése, ami volt a szezon első 6-7 nagy dián. Húha! Lökler, így megelőzi Noriszt? Ja, nem. Menj már a szélárnyék, mennyit segített, az lát, azt a de durva volt. Bement egy picikét szélárnyékba, és úr, hogy húzta, azt a. És így meg tudta előzni Lökler Norriszt. Hát ez nagyon komoly volt. Ezt még hogy nem lesz verseny. Megelőzés. Az tessék. Én már nem mondom semmit. Még ettől függetlenül nem izgulom túl a dolgot. Felsztappen megelőzi russell -t. -e ennek is szóltak a 13. kör, vagy szétesni a közepes 8 körű széptekár mögött való után. Az jó. Persze, Slay. Tolom neki ezerrel. Most van nálam mínusz 15 fok. Most kezdem jól érezni magam. Hát ja, Zsugfuller, igen. Igen, az, ez is játszik, igen. Három kiállás holnapra? Ja, sanzos. Eléggé sanzos. 25, atya úristen. 2,6-tal volt gyorsabb rászorszert Fersztappennél. Hát mi a szar? Fú, most mennyi leggyorsabb kört fog autózni Fersztappen. Azt a leborult kurvenget. 2,6-tal, 2,7-tel vagy gyorsabb rászelnél. Úristen, most nézzük a körét. Hát nagyon nyomja a gyerek, meg bokrosodott alatt a szekér, vagy mi van? Gazsi közben elfékezi, hatalmas. Úristen megint 2,7-et kapott Russell. Azt a... Nyilván persze azért Piász is megy Ferszlappen előtt, de ilyen 2-3-4 tizedeket kap Ferszlappen tőlő is. De hát ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy megelőzze Piász Street Az biztos. Említom, még itt előzni fog, öregem. Két Ferrari-t levadászza. Holnapi versenyre nagyon készülő. Jaj, ellökre, hova megy? Jaj, de levédje a belső évet, ugye? Aha. Mint malac De ez is csak akkor tud megtörténni, ha legalább egy másodpercünk különbség van az előtted lévő között. Csak akkor van előzés, Baski. Csak akkor. Csak akkor. A Norris is milyen ezen? még, még volt a löker visszaelőzte. Itt, itt, hatalmas különbség van. Hát Norris négy másodpercet hozott Sainzor az előző körben, négyet. Norris közben már harmadik. Úgy van. Ezek hogy lettek ekkora hülyék? Értem én, hogy egy szabad edzés van. De hogy baszki, ezt nem látták előre, hogy a lágy az forintot nem ér? Fú, gyerekek, az nagyon komisz. Hogy úgy fogták fel, hogy majd a holnapi versenyre készülnek, vagy mi. Hemét a nagyot megy, amúgy hét pozíciót javított. Mondjuk előle hárban úgy estek ki, kiütötték egymást. Hát akkor is ő javított a legtöbbet így. Így, így komoly a pozíció közül. Amúgy meg Albon volt az, aki legtöbbet javított. 8. erre jött fel csupán. Na. Oszi ügyes volt. Igen. Megoldotta azért. <laughs> Hogy örülnek a hollandok. Hát nem vagyok túl nagy hangulatomban, hogy... Hogy ez most így komolyan vegyem ezt a nagy örömet, a kitörő örömet. Meg lett a harmadik világbajnoki címe Fersztappennek, hogy... hát körülbelül úgy örülök neki, mint ahogy lámbiázek között az, hogy megvan a harmadik. <laughs> Ennyi. Kész. Hát így. Hm. Tényleg? Én meg a postás vagyok, bazd meg. Hát ilyen. Hát ez nem normális. Ez igen. Very nice. Hogy mondta? Very nice! Hát <laughs> ez, anyám! Ver. Very Nicely Done, everyone! <laughs> Ennyit mondott, Tozi, így kezdi. Óriási. Ez igen. Very nicely done, everyone. Oké. Oké. Aztán. A lágy sok úgy mentek, mintha nem is tudom, mi lett volna. Mintha tudták volna, hogy ötödik kör után a világ vége jön. Hát nem, nem volt túlságosan kifizetődő. Fersztape hatalmasat ment. Hát ez félelmetes tempó volt tőle. Autózott egy jót itt a végén. Osz is jót ment amúgy. Hát nem tudom, mennyi volt még abban a gumiban, mennyi tartalék volt ott. Ne tudja. Na most már azért van öröm, most már azért kicsit komolyabban el lehet inni, de hát ez a rádió ez hipergagyi volt nekem. De lehet, hogy csak én nem vagyok hangulatomban meg ilyen. Nehéz abban lenni, hát már mióta úgy vagyunk, úgy, ülünk, úgy nézünk nagy hogy Egyszerűen uralja a nagy diakat Verstappen. <coughs> hú, hú Lökler köreiből azért volt törlés bőven. Jézus, Atya úristen. Hát a normális ez? Hát legalább vagy négy köridőt töröltek Löklertől, meg most jön mindenkit, jó van? Gyere <kül> sprintet oszi, és kamera sem Dehogy nem, hát világbajnok lett. Felsztáppán, az fontosabb. Most ez a szaros sprint, ez mi? Na, bocsánat. Tehát az a kis <coughs> Ki a fászkarik ez az ember? Ez a fura fazonú ember. Osztotta itt az ész felszápenek, legyintyegetett neki, hogy gyere, gyere, gyere! FIA elnöke? Nem. Nem, a, aki kendő, kendős volt, be volt kendőzve. Ja, ő volt az FIA elnöke? És ő ilyen szerkóba járkál? De miért? Azért, mert Katari, vagy mi? <coughs> az öreg Juin, hogy van a sapka, figyeld! Hatalmas! Mint egy befröccsözött Nyuggernak. <laughs> Nagyon jó. Nagyon jó. <laughs> ez, mi volt ez? Nagyon jó. Ez náluk a népviselet. Ja, ja, ja. Világos. Nem tudtam, basszus. Nem ismertem meg így. Melyik gyerek élvez bele a mikrofonba már harmadjára? Nem igaz. Hát szálljon bá is, hogy... Hát az édesanyukája most már rászólhatnak a kutyafáját. Hát ilyet bazd meg. Na végre jönnek az interjúk. Rosberg! Sűr. Sejk, pénztelen. Ja. Jó van. Fantasztikus érzés, hát nem tudom, az ki... Hát <laughs> ez nem tudom, olyan... Fú, de furcsa... nem? Olyan... Ügyes volt. De hogy... Az meg... <laughs> de de mennyire gagyi már így ünnepelni, basszus. Fú, uh, mindegy akinek van, nem akarom elvenni tőle. Be is fejeztem. Igen, ez az a Rosberg, aki egyenlő autóban elverte Lewis Hamilton-t. Azóta már Sir Lewis Hamilton, légy szíves. Igen. Lipikóka azt írta, hogy Rosberg egyenlő autóban elverte Lewis Hamilton-t. Úgy lett világbajnok Nico Rosberg Lewis Hamilton ellen. Na? Ebben az effekt kibeszélőben még nem volt csata. Lehetne. És kapja is Bálintól. Uh, szegény. Szegény Lipikóka Szegény. Pedig amúgy nagyon jót írtál. Rosberg hogy eltűnt a Forma 1-ből, fene vigyel. Panossi, ez az. Na ennek úgy jobban érzem a hangulatát. tejfogai vannak, dehogy 22 éves. Hogyan lenne tejfoga? Hát <laughs> te jó Isten! Hagyad már! Dehogy is! Szőrösödik már neki. Láttam, útkó űte Hát nem igaz. Szia vízben. Mi az a volga? Hát volga. Time out. Időtúllépés. Te jó. Mikor valaki 10 perc pihenőre elküldesz, lényegében nem írhat a csetre 10 percig. Ennyi, Kevin. Jaj, jó, csillog, csillog. Uha, Balasi Jó van. Berekedhetünk. <laughs> neki, neki már igen, Boti. Mi van? 21 vagy és van tejfogad. <laughs> hát ez most... Most tényleg? Hogy? Hát te fordítva vagy bekötve. Olyan vagy, mint Benjamin Button. Nem? Nem lehet. Ó, anyám. Nem vitte még el a cirkusz. Nosztalgiázhatunk egyet óra ha gondolod. <laughs> Vajon a golyói leszálltak-e már? Tehát <laughs> ez nem tudjuk. Nem tudjuk. Tényleg levente? Hát akkor az nem tejfog. Hát az fasza fog. Az nem tejfog, az akkor fog, fog. Fog. Tej. Mi az, hogy tej? 17 évesen szakállatban? Hú, mi is oda túl túltengésed lehet. Azt a... Látom, Lora, látom. Igen, igen. Látom. Mennyi fogorvos, bizony. Azt mondják, a tejfog nem karcol, vagy... <laughs> Na, veszélyes vizek. Hát <laughs> persze, Laci. Aha. Hát igen, nem túl megszokott így ünnepelni pódium nélkül ja, a ja, világbajnoki címet. Hát majd. Ja. igen. Jó ez a videó. Kívül vagy belül? Lora, melyik? Nem mindegy. Életveszélyes, lehet. Nem baj az gyufaj, nem baj az Jó, ez a piászi az egy korrekt, korrekt, nagyon jó Nagyon jó Visszafogott Jó ez, nagyon jó Ja értem Laura, jó, jó Jó hangzik Hihetetlen. Holnapi... Ja, ja, jó. Alonso is elfogyottám. Szerintem, de mennyire? ferrari képes mennyire? Négy ezreddel maradt el Albon most nézem. A leintés pillanatánál. Asta! láttátok? Atya úristen. Te durva. A legnagyobb végsebességet a Magnussen ért el. 342 km per órát ért el Hamiltonnal együtt. Hát ez komoly. Felsztappent üldözik a pedokban. Na hát kérem, jó van. Hát ez jó volt. Ez jó volt. Vagyis, hát mindegy. Olyan volt, amilyen. Igazából itt a gumik csinálták a fesztivált, a lágy gumisok csinálták a fesztivált, meg a rajt. <kül> Nagyobb a többet, mint amennyire én számítottam. Hatalmas különbség volt itt. Hatalmas. Tehát itt uh, négy másodpercet kapni. Hát ez hogyan lehet? Tessék már megmondani. 3 safety car volt, 19 körös versenyen. 3 safety car. Tehát az körülbelül azt jelenti, hogy 5-6 kör, lényegében ilyen 12-3 körös verseny volt, és Science 18 másodperce van Piastri-tól. Atya úristen. Science a legérdekesebb, mert ő rajtolt a legjobb állapotú lágyakon. A top 10-ből. Hát ez durva. Hát ezt nem tudom nyúl. Hányas értékelitek a sprint futamot? Elindult-e szavadás? Na hányassa? 10 per 10 piás stream miatt. Jézus, elhagyjad már, ez egy nagy büdös semmi. Öt. Semmi. Egy ilyen hangulattalan, semmilyen, semmi, semmilyen, semmi extra hangulatú. Sajnálom, hogy egy ilyen kókler szarpályán a Forma a megerőszakolása alatt kapta, szerezte meg Ferszlapen a harmadik világbajnoki címét, ennél biztosan többet érdemelt volna. Ö, De ettől függetlenül Oszinak a győzelme az hatalmas, ez nagyon jó. Ez király. Hát nem hiszem, hogy annyira jó, jó az a McLaren, Józsi. Nem hiszem, hogy annyira jó. Nem nem lehet tudni. Nagyon meggyőző volt Ferszlápen a végén. Egyértelműen konstant két-három tizeddel, két, hát annyival minimum gyorsabb volt Piászinál. Itt az utolsó körökben is, és gyanítom mind a kette határon tolták. Tehát főleg Oszi. Bár fene tudja ekkor előnél, nem tudom, nem tudom, nem tudom. Holnap ezeket úgyis ki lehet majd sakkozni, úgy nagyjából szerintem. Mi a helyzet? Tehát most itt elég jól gazdálkodhattak ők a gumikkal. Hát... Nyilván most Fairstappen... Várjál csak közben, azt akarnám megkeresni, hogy... Milyen rajtpozíciók lesznek holnap. De megkeresem. Oscar Piastri hatodik pozíció, hát onnan egy jó gumikezelése föl tud jönni. Jó tempóval. Onnan föl lehet jönni. Persztápe meg ugye egyedül lesz ott elől, ha jó kapja el a rajtot, akkor meg pláne. És akkor hát ő azért úgy röhögve menedzselheti a versenyét. Hát... Hát az biztos Józsi, igen. Az, igen, 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 tehát igen. Valahogy, valahogy keresztül kell gázolni a két McLarennek a mezőnyön. Igen, 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 igen. Egyébként érdekes, mondok egy még egy érdekes dolgot ehhez, hogy a Norris 25 662-es köridőt rakott össze, Ez volt a leggyorsabb körös sprint futamon. Verstappennek meg 25-604. Tehát majdnem ugyanolyan körpentek. Hát néhány század választja előket. őket. Ennyi. Ennyi. Úgyhogy uh, ki tudja mennyi van még a Norészban, McLarenbe, Meg Verstappenbe. De hát Norris ugye 6,6-ra volt Verstappentől. Most olyan őrületesen nagy cél, nem hiszem, hogy lebegett a szem előtt ezeknek a versenyzőknek, nem hiszem, hogy az gondol... Bár gondolhatta azt, hogy 2,5-es hátrányból, mikor megindult, lehet, hogy azt gondolta, hogy még itt a végén megelőzheti Piászit. Azt tehát bizony nem, nem, nem igazán bótott tartalékos színál. Hát igen, ez a pálya is elvesz egy helyet egy másik pályától, ahol rendezhetnének jó futamot. Ja. Igen, igen. 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 Stappen, Norris Piastri Hát igen, 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 igen. Hamilton például a leggyorsabb köre 27-9 volt. Tehát lehet, hogy a mercedes még ezek a közepes gumik is elfogytak. Nem csak a lágyak. De tudja. Vagy lehet, hogy nem volt, nyilván 6 másodperce volt ő russell -től, mögötte Sainz picit lemaradva, ilyen 1,4-re. Hát most az... Meglátjuk, hogy holnap ez így mennyire is mutatott így valós képet az erős Én ez alapján azt tudom mondani, hogy hát a Mercedes Ferrari katasztrofális, katasztrofális, Alonso szintén, de Alonso mellett meg talán az hogy negyedik helyről rajtol, ott talán kényelmesebben tudja menedzselni a gumikat, nem kell nagyon megszakadnia. Hát az Aston Martinak inkább ez szokott jó feküdni, mindig is ez feküdt. A hosszú táv, hogy hosszú távon gondolkodtak, mindig hosszú távon mentek ők jókat. Tehát nem egyből dírdur, hanem szép hosszú távon. És Alonso meg nagyon szereti ezt a pályát. És nagyon jó a tempója Alonso-nak az egyenesben. Tehát őt megelőzni nagyon nehéz lesz. Messze a legjobb egyenesekbe, úgyhogy valószínű ő úgy lett beprogramozva az erre is, hogy hogy előzés, védekezése faszá, faszá legyen a, az autója. A mclaren nagyon-nagyon visszatolok, -nagyon elképesztő, mint mennek ők tényleg. Tegnap is ezt pont beszéltük, nem, nem, nem lehet eléggé kihangsúlyozni, hogy ez mennyire hihetetlen. Hát ez, ez, nem fér a fejembe, hogy ez hogy ekkora fejlődés így, így véghez vinni, hát ez, ez hihetetlen, hihetetlen. Ez, tényleg, ez hihetetlen. Ezt hogyan tudták megcsinálni? Ezt meg kell filmesíteni, ez kurva nagy. Ez, ez beszarás. Vagy valami tényleg, hogy, 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 hogy hogyan nyúltak ennyire mellé, hogyan találtak rá egyből a... a... arra az útra, hogy ami, 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 a tuti, és folyamatosan hozzák a fejlesztés, bazd meg és működik. Tényleg nincs. Pff, döbben, döbbenetes. Ráadásul úgy, hogy aki tervezte ezt a konstrukciót, ezt az új konstrukciót, őt már ki is rúgták. És elég furcsa ez, hogy még ezután is ennyire jól teljesítenek. Aztán lehet, hogy majd később fog érződni a korábbi tervezőmérnöknek a, a menesztése. Bárha egyáltalán nem számít bármit is. Érdekes dolgok. Na jó. Őrület. Jó, maláj pálya, német pálya. Igen, jöhet. Így van. Hamiltonnak nem volt tiszta köre, ferrari feltartották az utolsó körökben? Aha. Az úgy más. Na jó, kérem, holnap folytatjuk innen a benetelés Holnap este ö, 19 órától. Holnap este 19 órakor fog kezdődni majd a főfutam. Akkor is ez természetesen ne fegy kibeszélő. És... Jövök. Jövök, aztán csapatjuk. 10 óra 8 perctől. És valószínűsíthetően Forza Motorsport lesz a változatosság kedvéért. Mert nagyon jó. Úgyhogy várok majd mindenkit holnap is sok szeretettel. És így mostanra köszönöm nektek a megtisztelő figyelmeteket, köszönöm a követéseket és a támogatásokat. Nagyon jó estét, jó éjszakát, érezzétek magatokat jól, és vigyázzatok magatokra. Örültem. Pápa mindenkinek. Hello, hello!